belekezdtünk egy új projektbe, hogyha vállalkozás indítása előtt vagy, most szeretnél vállalkozni, gondolkozol azon, hogy vállalkozást indíts, akár egyéni vállalkozóként, akár társas vállalkozást, ugye, mint mondjuk KFT, BT, akkor úgy gondolom, hogy fogunk tudni neked segíteni. Elmondom, hogy miről van szó. Üdvözöllek, Szilágyi Balázs vagyok, ez a honlapra fel csatorna, iratkozz fel, hogyha még nem tetted meg. És nagyon-nagyon sok képzésünk van, online képzésünk van, online elérhető, online végezhető képzésünk van, online marketing témájában. Viszont sokan elakadtok, sokan megakadtok ott, hogy ez nagyon szép, de hogyan vállalkozzak? Mi ennek a vállalkozásnak, az egész vállalkozásnak a jogi oldala? Hogyan kell elindítani egy vállalkozást? Mi kell ehhez? Stb. És körülbelül egy évvel ezelőtt elindítottunk egy új honlapot, vállalkozásindítás.info a címe, ahol kifejezetten olyan anyagokat tettünk föl, amik vállalkozásindítással kapcsolatosak, ez nagyon meglepő, gondolom. És együttműködve elindítunk egy új projektet Dr. Kocsis Ildikóval, és Ildikó fog nekünk egy új képzést készíteni. Tehát ő lesz a képzésben, aki a tréner, aki magát a képzést tartja. Ez egy ugyanolyan online elvégezhető képzés lesz, mint az összes többi képzésünk. Ezt ugyanúgy mi fogjuk szolgáltatni, tehát az én cégemtől tudod megvásárolni, ugyanúgy, hogy jöjjenek a vevők, honlapon kapod meg a hozzáférést, ugyanazt a hozzáférést tudod használni, mivel az online marketing anyagainkat nézed. Ugyanúgy 30 napos pénzvisszafizetési garanciát vállalunk rá, de ugye én nem vagyok jogász, én nem értek ezekhez a részekhez, úgyhogy Ildikóval szövetkeztünk, és ő fogja ezeket az anyagokat elkészíteni. A képzésnek a címe az, hogy biztonságos vállalkozás indítás, és kifejezetten erről szól. Három részre szedtük azért, mert van, ami mindenkit érint, és van, ami inkább csak azokat érinti, akik egyéni vállalkozók szeretnének lenni, van, ami ki azokat, akik inkább cég alapításban, tehát úgymond társas vállalkozásban, KFT, BT, stb. Gondolkoznak, és pontosan ebben fog Ildikó segíteni, hogy jogi oldalról mik azok a kívánalmak, dolgok, elvárások, amiknek meg kell felelni, hogyan lehet egy vállalkozást megalapítani, mi kell hozzá, stb. Ez nem az én területem, úgyhogy nem ismernék itt ebben jobban bele. Nézd meg, majd a részleteket be fogjuk tenni ennek a képzésnek az oldalát. Ezt Dr. Kocsis Ildikó, egy gyakorló jogász, jogi szakember, aki konkrétan foglalkozik vállalkozások indításával, alapításával, fogja neked elmondani. Ugye Ildikóval én már nagyon-nagyon régen dolgozom együtt, ugye a Kocsis és Szabó ügyvédi irodának az egyik alapító tagja, és van neki egy olyan, hogy online elérhető felület, amit úgy hívnak, hogy érthető jog, és ami a nevében is benne van, ő ezt tűzte ki, vagy neki ez az egyik küldetése, hogy magát a jogot, ami azért valljuk be, nem csak egy elég száraz dolog, de hát így magunk között szól, vagy elég nehezen értelmezhető, így a mindennapok emberének elég nehezen értelmezhető történet, pedig mégis hatással van ránk. Szóval, hogy magát a jogot érthetővé tegye, ugye ezért is érthető jog a neve a blogjának, hogy érthetővé tegye mindenki számára. Mindenképpen nézd meg, keress rá Ildikóra, be fogjuk majd linkelni a honlapjait is, és hogyha vállalkozás indítás előtt vagy, hogyha gondolkozol ebben, szükséged lenne jogi útmutatóra, ugye ez nem jogi tanácsadás, mert a tanácsadás az mindig személyre szóló, de jogi útmutatóra azt illetően, hogy mi szükséges egy vállalkozás alapításához, hogyan kell ezt csinálni, mik a jogi elvárások, hogyan tudsz belőle pénzt kivenni, stb. Nem az adózási része, az egy külön történet, a jogi része, akkor nézd meg ezt a képzésünket, igyekeztünk úgy beárazni, hogy ez tényleg mindenkinek elérhető legyen, és mindenki megengedje ezt magának, aki vállalkozás indítás előtt van, hiszen azért itt nagy dolgok dőlnek el ebben a helyzetben, nagyon nem mindegy, hogy az ember merre indul. Én köszönöm, hogy itt voltál, mindenképpen nézd meg ezt a lehetőséget, nézd meg ezt a képzést, hogyha tetszik nektek, akkor fogunk kihozni újabb ilyen vállalkozás indítással kapcsolatos képzéseket, amiket nem én tartok, tehát olyan szakmai oldalról, ami azért nem annyira értek, vagy maximum gyakorlója vagyok, de tanítani nem tudnám. Iratkozz fel a csatornánkra, hogyha nem tetted még meg, lájkot a videóra, hogyha tetszett, ilyet, hogyha nem tetszett, mind a kettővel segítesz vele, nekünk is, és másoknak is. És köszönöm, hogy itt voltál.